Vážené dámy a páni, milí Schodinčania. Vďaka Bohu nám bolo dopriaté, aby sme tu dnes boli v miere, pokoji a spoločne sme mohli osláviť príchod Nového roka. Posolstvom Vianoc je pokoj a láska. Máme ich ešte v našich srdciach a s touto láskou, ktorá nás obkolesovala počas predošlých dní, sme vstúpili do Nového roka. Sviatky máme za sebou, ale nedovolme, aby sa tento pocit lásky vytratil. Nemajme sa radi len počas týchto pár dní. Nech je to prirodzené počas 365 dní v roku. Začiatkom januára bilancujeme predošlý rok. Chyby, zlé rozhodnutia a odhodláme sa, že veci budeme robiť ináč. Rok 2019 je netradičný aj preto, že začína plynúť mandát novozvoleného obecného zastupiteľstva a starostu. Prišiel čas, aby sme si určili ciele, zostavili rebríček hodnôt a pustili sa do práce. Z úloh si môžeme vyberať. Rekonštrukcia by sa veľmi hodila budove našej školy. Kultúrne budú my tiež. V mnohých našich uliciach nie je doriešené odvádzanie dažďovej vody. Systém odpadového hospodárstva čaká na modernizáciu. Zmodernizované verejné osvetlenie sa borí s detskými chorobami. Každý jeden väčší vietor vybije poistky. Napríklad počas štedrého večera sme 4-krát zmenili poistky, aby ľudia, ktorí chceli ísť na polnočnú omšu, nemuseli ísť po tme. Máme veľa, veľa úloh. Nie všetky z nich sú viditeľné. Sú medzi nimi aj také, ktoré si vy ani nevšimnite. Pravda, nie vždy sa nám podarí všetko včas vyriešiť. Veľakrát nevieme byť na viacerých miestach a potom je to skúška vašej trpezlivosti. Musíme sa obzrieť do minulosti a chyby napraviť. Je dôležité, aby sme neokolkovali. Všimnime si úspechy, výsledky, ale nezabudnime ani na prípadné chyby a neúspechy. Aj z tých sa môžeme, dokonca musíme poučiť. Našou úlohou je naplánovať rozpočet, ktorý zaručí rozvoj. Tak, ako vo vlastnej domácnosti. Nemôžeme míňať nezodpovedne. V záujme toho sa snažíme využiť čo najviac výziev. Medzi inými sme reagovali na výzvy, ktoré nám v prípade, že uspejú, pomôžu pri realizácii projektu zabezpečujúceho rozvoj regionálnych trhov miestnych produktov, modernizácii dvora Domu ľudových tradícií, vybudovať bezplatný Wi-Fi systém, ako aj rozšíriť kamerový systém na území obce. Je však dôležité, aby sme si okrem práce našli čas aj na zábavu. Pripravili sme pre vás už 12. ročník zimných divadelných večerov. V januári zostavíme náš celoročný program podujatí, ktorý zverejníme na stránkach miestnych obecných novín. Toto sú udalosti, ktoré svedčia o tom, že obec, spoločenstvo naozaj žije, dýcha a nie len poskytuje fyzický domov svojim občanom. Vážené dámy a páni, pracujeme v záujme rozvoja našej obce. Mojím cieľom je byť dobrým starostom. Nikdy som sa nehanbil učiť. Veľa sa učím ešte aj teraz. V rozvoji je pekné to, že je proces, ktorý nemá konca. Mám pocit, že aj moji kolegovia pokladajú službu obci v záujme jej rozvoja za svoju vášeň.
Domnievam sa, že je málo dôležitejších vecí v živote svodina ako to, aby tento motor, ktorý ho poháňa, bolo ozajstné spoločenstvo. Aby každý náš spoluobčan cítil, že v každodennom živote sa môžeme na seba spoľahnúť aj v dobrom, i v zlom. Prajem vám v novom roku veľa zdravia, mnoho šťastných okamihov a veľa šťastia. Kedves szövődjének! Hála és köszönet a Jóistennek, hogy megadta, hogy ma itt lehetünk, szabadságban, békességben, és együtt ünnepelhetjük az új évet. A karácsony üzenete, a béke és a szeretet még itt van a szívünkben, még azzal a szeretettel léptük át az új évet, ami itt körülvett minket az elmúlt napokban. Az ünnepek gyorsan elszálltak, de én azt kérem, ne engedjük el a szeretet érzését. Ne csak ezen az egy-két napon szeressük egymást. Legyen ez természetes az év 365 napjára. Így január elején átértékeljük az előző évet, a hibákat, a rossz döntéseket, és elhatározzuk, hogy másképpen fogjuk csinálni. A 2019-es év azért is különleges, hiszen az újonnan választott képviselőtestület és a polgármester 4 éves mandátuma most kezdődik. Elérkezett az idő, hogy célokat tűzzünk ki, fontossági sorrendet állítsunk fel, és nekifogjunk a megvalósításnak. A feladatok közül bőséggel válogathatunk. Mit végezzünk el először? Az iskolánkra nagyon ráférne a felújítás. A kultúrházunkra is. Az esővíz elvezetése sok utcában nincs megoldva. Hulladékgazdálkodásunk modernizálásra vár. A modern közvilágításunk gyerekbetegségekkel küzd. Minden szeles időben kiüti a biztosítékokat. Például szenteste 4-szer cseréltünk biztosítékot, hogy aki el szeretne menni az éjféli misére, ezt ne sötétbe kelljen, hogy megtegye. És nagyon sok ilyen feladatunk van. Ezek közül nem mind látványos, vannak olyan feladatok, amit önök észre sem vesznek. Persze nem minden sikerül időben megoldanunk. Sokszor nem tudunk mindenhol ott lenni. Ezért kérjük az önök türelmét. Elő kell keresnünk a múlt döntéseit, és a hibákat kijavítani. Fontos, hogy ne köntörfalazzunk. Vegyük észre a sikereket, az eredményeket, de ne feledkezzünk meg az esetleges hibákról, kudarcokról sem. Azokból is lehet, sőt, azokból kell tanulnunk. Feladatunk kiszámítható, tervezhető, fejlődő és orientált gazdálkodást végezni. Vállalható költségvetést tervezni. Mint a saját otthonunkban is. Nem költekezünk, nem költekezhetünk felelőtlenül. Ennek érdekében igyekszünk minél több pályázatot beadni. Többek közt pályáztunk termelői piac építésére, a tájház udvarának felújítására, ingyenes wifi rendszer kiépítésére, térfigyelő kamerák telepítésére. Fontos azonban, hogy a feladatok mellett a kellemes szórakozásra is teremtsünk magunknak időt. Megszerveztük önöknek a téli színházi esték 12. évadját nagyon sok jó előadással. Januárban összeállítjuk az egész éves programjainkat, amit természetesen a falu újságban közre is adunk, hogy ez alapján önök is tervezhessenek. Ezek azok az események, amelyek bebizonyítják, hogy egy település igazán él, lélegzik, és nem csak fizikai otthont nyújt lakosainak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azért dolgozunk, hogy falunk fejlődjön. Célom az, hogy jó polgármester legyek.
Sosem szégyeltem tanulni, sokat tanulok még most is. A fejlődésben az a szép, hogy az egy folyamat, amelynek csak eleje van, vége sosincs. Úgy érzem, hogy kollégáim is szenvedélyüknek tekintik falunk szolgálatát és fejlesztését. Azt hiszem, hogy kevés fontosabb dolog van Szőgyen életében, hogy az a motor, ami a települést hajtja, valódi közösség legyen. Hogy minden falunkbeli érezhesse, hogy a mindennapjaink során számíthatunk egymásra, bajban és örömben egyaránt. Kívánok Önöknek az új évben jó egészséget, sok boldogságot és sok szerencsét!